meghívásunkat. Ugye Ajka a következő évben lesz 60 éves. 60 éve nyilvánították városnak, és ez az időpont ez ugye alkalmas arra, hogy kicsit visszatekintsünk, meg előre nézzünk, hogy hogyan tovább. Ez egy ilyen időzónának is tekinthető, hiszen ha visszanézünk, Ajka egy nagyon nehéz időszakon van túl. A rendszerváltás utáni időszak ipara, közlekedése, kereskedelme az átalakult, és most vagyunk egy olyan helyzetben, hogy talán egy új időszak kezdődik majd. De hogy miről van szó? Elsősorban a város fejlesztési lehetőségeiről, terveiről. Ezzel kapcsolatban megkérném főépítész urat, Hornyák Attilát, hogy tartson egy előadást. Légy szíves, Attila! Tisztelt jelenlévők! Én arról szeretnék néhány szót mondani, hogy milyen kihívások előtt áll a város, ezekre a kihívásokra milyen válasza van a város vezetésének, és hogy meg tudjuk ezt a gondolatiságot osztani, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis alkalom arra, hogy mindenki bele tudjon látni a városházán folyó fejlesztés előkészítésekbe. Hello Ajka, itt a holnap! Ez egy olyan szlogen, ami már jó ideje hallható a városban, és azt gondolom, hogy ez egy fiatalos, frappáns megfogalmazása annak a jelenlegi helyzetnek, amiben élünk, amivel a napjainkat kitöltjük. Új várost építünk. Nem leromboljuk a régit, és annak helyében építünk valami újat, hanem az új város az a régi városszövetnek a megújításán, annak az alapjain fejlődik ki. Ha sikerül elindítanom a prezentációmat, akkor tudunk haladni. Azt gondolom, hogy a város fejlesztés elsősorban a fiatalok számára kell, hogy kiszolgálja az igényeiket, hiszen a város nem a 40-es, 50-es korosztálynak kell építenünk, hanem a fiatalok szemében, az ő gondolkodásukat felhasználva, és erre egy nagyon jó projekt van folyamatban, az Okosház projektje. CLLD-s pályázati körben a fiatalokkal közösen kitalált programot próbálunk megvalósítani. Ennek a kaszinó ingatlanán kap helyszínt, a kaszinó nagyterme feletti ráépítés, beépítés az, ami egy megfelelő fejlesztés a fiataloknak a mindennapi életének a kiszolgálására. Ha előre is tudok menni, az jó lesz. Tehát gyakorlatilag nagyon röviden bemutatva, az Okosház projekt az arról szól, hogy fiatalok, akik nagyon kreatívak, okosak, sokkal kreatívabbak, mint a mi, vagy az én tőlem, vagy a mi tőlünk idősebb korosztály, hogy ők miképpen tudják ezt a kreatívságokat kihasználni, ennek megfelelő színteret adva hozhatjuk helyzetbe az ő tudásukat is, kamatoztathatjuk majd későbbiekben, hogyha a fiatalok már eljutnak arra szintre, hogy szakmát választanak és dolgozni fognak. A kaszinó fejlesztés az gyakorlatilag teljes mértékében megújul a kaszinó épület emelet ráépítéssel, egy fiatalos, jól kihasználható épület formát fog majd kapni. Emelet ráépítés gyanánt közösségi tereket, foglalkozásokat, informatikai fejlesztésekben tudnak kreatív módon gondolkodni és cselekedni, ahogy azt ők az ő saját szintükön elvárják a várostól. Hiszen az a városnak a dolga, hogy megteremtse azokat a helyszíneket, ahol ezeket a gondolatokat
elképzeléseket meg lehet valósítani. Tehát városközponti fejlesztéseken belül az egyik legfontosabb számomra ez az okosház projekt. Éppen azért, mert ez a fiatalokkal közösen együtt gondolkodva tud megvalósulni. A városfejlesztés az én gondolatiságomban, hogy bentről indulunk és megyünk majd kifelé, majd meg fogják látni a folyamát az előadásnak. Elsősorban a város központra összpontosít. Miért is fontos, hogy a város központról beszéljünk elsősorban? Azért fontos, mert hitvallásom, hogy az egyik fontos szerepe a városnak, hogy megfelelő környezetet biztosítson az itt élők számára, hogy mindenki értelmesen, megfelelő színvonalon tudja a szabad idejét eltölteni. Tehát nagyon fontos az, hogy valaki magas minőségben tudja az ő munkaidejét kitölteni, de ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, szükséges az egyéb idejét megfelelő módon, pihentetően kihasználni, és ehhez a városnak kell megfelelő felületeket, platformokat nyújtani, és ehhez a városközpontot fejleszteni kell. Ez nekem egyértelmű hitvallásom. A városközpontban, hála Isten, a város vezetésének is köszönhetően alakulnak projektek. Nem erre kell menni, hanem arra. Előbb-utóbb eljutunk a megfelelő irányba. Az nem biztos, hogy hátra. A városközpont egyik emblematikus épülete, postai épülete, hogyha látják a jelenlévők is, hogyha járnak a városközpontban, megújítása megkezdődött. Nagyon régóta szerettük volna, hogyha a posta épülete valamilyen formában megújul. Most egy kicsit visszafogottabb módon fog ez megtörténni. Egy hőszigetelés, színezést követően kapja meg az új arcolatát. Ez a postás színeket fogja némileg tükrözni. Megújul a rámpa feljutás, sokkal kulturáltabb, kényelmesebb lesz. Én azt gondolom, hogy ez jó lesz mindenki számára. A városközpontban nagyon régóta foglalkozunk azzal, hogy a közterületeinket megújítsuk. Ez a kép, ez a Zenit előtti, a Zenit és a posta közötti közterületnek a megújítását mutatja. Szeretnénk a parkolófelületeket egy picit visszafogni ezen a területen. A Zenitet nagyon remélem, hogy meg tudjuk újítani, fel tudjuk egy picit rázni. Ugye most a Horizont és a Hotel között egy picit beszorulva, lapos tömegét tekintve, kicsit kellemetlen módon, nyomott módon néz ki. Ezen változtatni kell, és ahogy mondtam az előadásom elején, nem eltörölni szeretnénk épületeket, lerombolni a várost, hanem a meglévő értékeinket megerősíteni, a mai kornak megfelelő módon felújítani. És itt igenis a Zenitnek a magassági kérdéseit rendbe kell tenni, az anyaghasználatát, a hátsó udvari problémáját, ezeket mind-mind meg kell oldani, és én nagyon bízom benne, és optimista ember révén én hiszem azt, hogy ezt a város vezetése és a tulajdonosi kör közös gondolkodásában meg fogjuk tudni valósítani. Nagyon fontos, nem tudom, hogy ki hallott róla, a patak revitalizációt a város szeretné a Tornapatak tekintetében város központi szakaszában megoldani. A jelenlegi meder kialakítás az tarthatatlan, azt ki kell váltani, meg kell oldani a kapcsolódó részeit, és ennek az egyik fontos eleme, hogy a Rákóczi utca, Deák Ferenc utcai csomópontba szeretnénk átvinni az új hídnek a bekötését, mint a negyedik ág, a felső negyedik ág lesz átvezetve a Tornapatakon, és egy teljesen új rendszerű belső közlekedési rendet fog ezt teremteni a belvárosban. Ettől azt várjuk, hogy a sétáló utcának a kisebb ága, az úgynevezett Kisváci utca felértékelődjön, a Tornapatak környezete színvonalasabban lehet majd ezáltal használni, lesznek olyan rekreációs területek, ahol nyugodtan lehet pihenni, ahol le lehet majd sétálni a vízpartra, ahol lehet beszélgetni, ahol lehet kávézni,
ahol tartalmasan és nyugodtan el lehet tölteni a szabadidőnket. A városközpontban polgármester úrral nagyon sokat tárgyalunk a tulajdonosi körökkel, hogy a város vezetésével közösen gondolkodva próbáljuk meg az épületek felújítását megvalósítani. Most van folyamatban a hotel épületének, a főépületének, főépület tömegének a megújítása. Ez egy pár napja készült kép, nyilván ez még nem a teljes formáját mutatja a felújítást követően, de azt már látjuk, hogy egy letisztultabb, egy sokkal színvonalasabb felületet fog majd mutatni, és képét fogja mutatni a város felé. Ezzel egyébként megteremtődik annak a lehetősége, ami majd a szolgáltatóház felújítását követően is egy komplex közterület felújítást, egy parkolórendszer felújítást is lehetővé fog tenni. Hiszen egy közterület megújításnak akkor van értelme, hogyha azt megelőzi az épületeknek a teljes körű felújítása. Ugyanúgy a szolgáltatóház tulajdonosi körével is hosszasan tárgyaltunk, és úgy néz ki, talán most eljutunk addig, hogy egy megújult, letisztult új szolgáltatóház karakter fog kialakulni, és ahhoz igazítva a város a jövő évben reméljük lehetősége is képest el tudja kezdeni a közterületnek a megújítását is. Az a tervünk, hogy egy szervesebb kapcsolatot, egy kevésbé irányított parkolóból való bejutást a szolgáltatóház irányába biztosítani lehessen, tehát hogy egy sokkal lazább kapcsolati rendszer alakulhasson ki a parkoló felől a szolgáltatóház irányába. Egyébként a szolgáltatóház tekintetében egy ilyen szürke nyílászáró rendszer, egy faburkolat, ami most a beton látszó felleteit kiváltandó egy minőségi burkolat kerülne rá, és egy szürke-fehér kombinációval pedig a felső attika zárása. Szeretnénk a szolgáltatóház kereskedősor közötti sétáló utcának is egy új arcolatot teremteni, a növénygrupokat szeretnénk kivenni, hogy egy nagyobb áteresztő képességgel el lehessen vezetni, illetve lehessen irányítani a gyalogos forgalmat a sétáló utcán. Ezzel egy időben a teraszok, a kereskedők, a szolgáltatóknak a minőségi kínálata is azt gondoljuk, hogy meg fog változni a szolgáltatóházban. Városközponthoz kapcsolódik az Alkotmány utcai fejlesztés. Ezzel biztos találkoztak minnyájan. Meg lett hirdetve még tavalyi évben az Alkotmány utca felújítása. Ennek egyik legfontosabb eleme a piac, vásárcsarnok és annak közvetlen környezete. A város úgy döntött, hogy mégsem viszi ki a piac funkciót a város szélére, erről a korábbi elképzeléséről letett. Helyette a meglévő piac funkciót szeretné felújítani, erősíteni, és ezt meg jelenlegi helyén komfortosítani. Ennek szerencsés vagy szerencsétlen hozadéka az volt, hogy a múlt évben, a viharos időszakban a sátor megsemmisült, és teljes mértékében tönkrement, és el lett bontva. Ebben az új szituációban kertépítészekkel közösen gondolkodtunk abban, hogy hogyan lehet ennek a területnek új karaktert, új hangulatot adni, és erre a gondolatiságra születtek ezek a fejlesztési elképzelések. Gyakorlatilag az eldőlt, hogy a ponyva szerkezet pótlása nem kerül, helyette, hanem egy nyitott, de a szegmensekben, mint ahogy látható is, zöldel körülvett piac tér fog kialakulni a vásárcsarnoktól az üveggyár irányába. A vásárcsarnoknak a felújítását tulajdonosi körrel egyeztetve fejlesztés előtt áll.
reméljük, hogy ez is meg fog valósulni a közeljövőben. És ezt a közeljövőt, ezt egy-két éven belül gondolom. Azt gondolom, hogy ha minőségi felületek, az aszfalt kiváltása kerül térkövezésre, padok, kerékpártárolók, zöld felületek fognak itt kialakulni, akkor egy olyan többfunkciós teret fogunk kapni, ami egy piac alkalmával a piac funkciót fogja kiszolgálni, és egyéb esetekben pedig lesz arra lehetőség, hogy nem nagy létszámú, kisebb tömegeket megfogalmazva, hogy kiszolgáló, de tényleg kis léptékű rendezvénytereknek is helyet tud majd adni. Az Alkotmány utca egyik fontos helye a vasútállomás. A vasút vezetésével nagyon sokat egyeztettünk, és úgy néz ki, hogy el fogjuk azt érni ködösen, hogy megújul a vasútállomásnak az épülete, a középső épület vissza fogja kapni épület tömegében azt a karaktert, amely eredetileg is volt. A mellette lévő épületek nagy valószínűséggel bontásra fognak kerülni, és azokban lévő funkció egy része bekerül új épület tömegként, toldalékként a vasútállomás középső épületének két oldalára. Ezzel lehet azt megvalósítani, hogy megfelelő minőségű utasforgalom, utasellátás lehessen ezen a helyen. Ezzel párhuzamosan P+R parkolók építését, közterület rendezést szeretnénk megvalósítani. Egyébként azt gondolom, hogy nagyon nagy tett az, hogy mi a MÁV-val eljutottunk addig, hogy a fejlesztésének sorai között benne van az Ajkai vasútállomás, tehát az ő költségvetésükben ez szerepel. Egy másik nézőpontból. Az Alkotmány utcának biztos sokak által ismert molinója a Komfort áruháztól egészen a vasútállomásig, illetve ezen a molinón nem látható, de a szemben lévő oldal is megújul a terveink szerint. Célzottan a tulajdonosoknak kiírt pályázattal, önkormányzati pályázattal szeretnénk megtámogatni azt, hogy ez az utcaszakasz megújuljon épületeiben, közterületeiben, és hogyha hozzátesszük a piac megújítását, az új parkolóknak a meglétét, akkor azt látjuk, hogy ezen a területen egy minőségi váltást tudtunk létrehozni. És azt gondolom, hogy a fejlesztéseket csak így lehet megtenni, hogy koncentráltan egy város által felvállalható utcaszakaszon ezt a fejlesztést, ezt a megújítást megtesszük. A városközponthoz közel a Városliget. A Városliget egy olyan nagyon jó zöld felületi ligetünk, parkunk, amelynek az egyik szélén az új lakóterület található. Az utolsó megépült lakóépületet látjuk, és azt gondolom, hogy ez egy jó példája a társasházi lakóépület építésnek, és reméljük, hogy hasonló sikerekkel fog majd a következő épület is megvalósulni. Ezen épületek közelében a zöld felület egy kiemelt fejlesztést fog kapni. Ebben az évben a város sokak által használt, ismert kutat forrást szeretné megfelelő módon egy városi környezetbe emelni. Ezért a látható képen mutatjuk, hogy áthelyezzük a forrásnak, a kútnak a helyét a közterületbe, és ott pedig megfejlesztjük, egy kútházat építenénk köré, illetve fölé, és ezt körbevennénk közösségi helyekkel, játszótérrel, padokkal, térburkolatokkal. Tehát gyakorlatilag egy városi szövetbe ágyaznánk be ezt a forrást vagy kút jelenséget. A Városliget másik nagy projektje a Székely sétány. A Székely sétányt az uszodával szemben a Korány utcai házak mögött tervezzük megvalósítani. Ennek egy emblematikus Székely kapuja lesz a nyitánya, és a székelységre, székely
területekre jellemző építmények, növényállomány, domborzat. Tehát valamilyen módon szeretnénk visszaadni a székely világiságot itt ebben a ligetben. Ennek az előkészületei már megkezdődtek a fák kivágásával, a kiöregedett betegfákat vettük ki a területről, illetve most egy tereprendezés van folyamatban, és ezt követően fog ez kialakulni. Tehát úgy gondoljuk, hogy a Városligetnek ezt a minőségi váltását is el kell kezdeni. Van még nagyon sok tennivalónk a ligetben. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb el fog készülni, és sokak számára fontos. Sokan futnak ugye a tó körül. Egy jó minőségi futópálya, egy kilométeres futópálya, az biztos, hogy nagyon jó lenne. És előbb-utóbb én remélem, hogy ez is meg fog majd valósulni. Ugyanúgy, mint ahogy tervezzük a Városligeti Hotelnak a meglétét, elkészítését is, valahol ott az étterem mellett, szomszédságában. A város nagyon fontos hangsúlyt ad a sportfejlesztéseknek. Néhány éve alakult a Lajkai Óriások Jégkorong csapata, egyesülete, és azt gondolom, hogy az országban most már nagyon sok helyen ismerik az Ajkai Óriásoknak a nevét. Nagyon sokan álmékodnak azon, hogy a nullából hogy lehet ilyen módon fejlődni, és ennek az intézményi feltételeit a már épülő csarnok fogja majd megkoronázni. És azt gondolom, hogy ha elkészül a csarnok hamarosan, akkor még jobb körülmények között talán a gyerekeink is még nagyobb teljesítményre lesznek képesek. És egyébként, ami nagyon pozitív a jégkorong csapatban, hogy nem csak az a fontos, hogy versenyezzenek, győzzenek, hanem hogy csapatjátékosként fejlődjenek, és hogy nagyon sokat mozogjanak és szeressék a sportot. És én ezt nagyon pozitívnak gondolom. Előkészítés alatt áll a kosárlabda csarnok a Semmelweis utcában. Ugye ennek az előkészítésében a volt épület elbontásra került. Itt egy nagyon szép, emblematikus, letisztult, modern épület lenne az új sportlétesítmény. Én azt gondolom, hogy ha ez ebben a formájában el fog készülni, akkor ez egy nagyon minőségi, magas minőségi, modern épülettel ez a városunk gazdagabb. És ez bármilyen nívódíjtól kezdve építészeti díjat meg fogja tudni kapni, hogyha ez elkészül. Vannak egyéb sportfejlesztések, szivacskézcsarnok építését is tervezi az egyesület. És a sportterületen lőtérfejlesztés is előkészítés alatt áll. Azt kell látni, hogy mai világban önmagában a város nem alkalmas arra, hiszen nincsenek akkora forrásai, hogy önállóan meg tudja a sportot fejleszteni, ezért mindig az egyesületekkel, a sportvezetéssel próbál ebben együtt gondolkodni, és a lőtér fejlesztésére is már van támogatás. Első körben el fog készülni a 3x8 lőállásos, legmodernebb golyófogó rendszerrel ellátott lőtérrész, és azt követően, következő lépcsőben pedig a lőcsarnok. És akkor már azt gondolom, hogy olyan minőséget tudunk vinni ebbe a sportágba is, amelyel nem csak helyi, hanem országos rendezvényeket is, lövészeti versenyeket is meg lehet rendezni. Ennek az épületnek a szomszédságában a civil ház valamilyen jellegű megújításában is gondolkodunk. Ez legfőképp az asztali tenisz számára lesz használva. Egy 10 asztalos asztali tenisz csarnokkal fog ez az épület bővülni, és ezzel párhuzamosan meg fog újulni a civil ház. Nagyon fontos, és egyre többet beszélünk róla, hogy Ajkának van turisztikája, van turisztikai vonzereje.
Ezt sokan egyébként kinevetnek bennünket, akár így a megyén belül is, de azt gondolom, hogy ezt azért komolyan kell venni. Nagyon régóta szeretnénk már, hogy legyen egy hotelünk. Egy olyan ajkai hotel, amit nyugodtan nevezhetünk hotelnek. Úgy néz ki, hogy talán ebben az évben elkészül a Volt Oázis épülete, amely ajkai vagy Kristály Hotel néven fog majd működni, egy wellness és konferencia hotelként közel 40 szobával. Ezzel az új tulajdonosi körrel azt gondoljuk, hogy ennek megvan a reális esélye. Ha már szálláshelyek, egy másik jellegű szálláshely, a panziófejlesztés, itt a városközpontban, ez is lassan el fog készülni. Itt is egy jelentőset lépett előre a tulajdonosi kör, és próbál előre lépni. Azt gondolom, hogy ezeken túl vannak olyan pozitív turisztikával, vendéglátással összefüggő fejlesztéseink, amelyet fontos megemlíteni. Azt gondolom, a Nomádia egy jó példa arra, hogy hogy lehet egy kisvárosban a helyi kötődést megerősítendő, a magyarságot akár kiemelni, és azt valamilyen módon továbbvinni. És azt gondolom, azzal, hogy ők rendezvényeket szerveznek, fejlesztenek, ugye nem oly régen adták át és vették használatba az új rendezvénytermüket, az egy nagy minőségi lépés. De hogyha túl sokra gondolok, ahol egy másik vállalkozó, a Volts Birtok szeretne hasonlókat gondolni és fejleszteni, ez is egy támogatandó dolog, azt gondolom, és annak nagyon örülök, hogy a képviselőtestület az ilyen típusú fejlesztések mellé áll, és támogatja őket. Ezen kívül a Bercsényi iskola is fejlesztésbe fogott, egy rekreációs központot szeretnének a Volt kollégium épületéből kialakítani. Tehát azt látjuk, hogy a város eltérő területein, annak is a perem részein elsősorban, illetve ha a hotelt nézzük, vagy egy panziófejlesztést, akkor inkább ugye a városközponthoz közelebb, de hogy ezek megindultak. És azt gondoljuk, hogy ezek nagyon pozitív gondolatok, és helyesnek is látjuk, hiszen ezek nem felülről, nem irányított módon, hanem a gazdaság által jönnek létre. Tehát, hogy ezek valóban fontos és szerves részei a fejlődésnek. Tehát én azt gondolom, hogy a turisztikában nagyon sok pozitív van még. A parkerdő, ami jellemzően ugye a Verga ZRT-nek a kezelésében van, a várossal közösen gondolkodva több kilátópontot szeretnénk megerősíteni, akár kilátót építeni ezen pontok megjelöléseként. Önmagában a Vergának is van nagyon sok olyan fejlesztési elképzelése. A Volt Jókai bánya területén szeretne olyan idézőjelben kapu jellegű fejlesztést megvalósítani, ahol megfelelő parkoló minőségeket, felületeket hoz létre, pihenőket, ahonnan el lehet indulni az erdőbe, sétálni, kerékpározni és bejárni a területet. Úgyhogy azt gondolom, hogy Ajkának igenis van turisztikai vonzereje, igenis van ide látogató vendég serege. Ezeken túl iparfejlesztések. Azt kell látnunk, hogy évről évre nagyságrendekben ilyen egy hektár körüli beépített épületállománnyal nő az ipari területünk, amely ebben az évben a Poppenpothoff Hungária Kft. Teszi hozzá a legnagyobb szeletet ebben a fejlesztésben. A Spittek is egy újabb lépést tesz előre, egy közel 2000 négyzetméteres csarnokbővítéssel. Tervezi a Csabató Kft. Is a fejlesztését. Most ugye a Z+D áruház melletti csarnokfejlesztést látjuk, hogy már szerkezet készen áll. A Tóberek üzletközpontban adtak át most nem oly rég egy önálló épületet, vagy akár az év végén a Pálmen Hungária Kft., ami egy közel 3000 négyzetméteres csarnokot épített, vagy talán lehet, hogy kicsit még nagyobbat is. Tehát azt láthatjuk, és nagyon sok apróbb, kisebb fejlesztés van előkészítés alatt, amit
így főépítészként van alkalmam látni. Ilyen például a Targonca Trade-nek a fejlesztési elképzelése, vagy a Badics Kft-nek, vagy cégnek, és még sorolhatnám. Tehát azt gondolom, hogy van egy pozitív irány, van egy pozitív ív az iparfejlesztés tekintetében is. Ugye a Spittech-nek a jelenlegi építése, ez a Csaba túlnak a meglévő épülete. És nem beszélve arról, hogy milyen csodák történnek a városban, hogyha nyitott szemmel járunk, hogy ott van az óriás kerék, amelyet csodálhattunk eddig, most úgy tudom, hogy már bontják szét és viszik át, talán Siófokra. De nagyon érdekes színfolt, és talán sok embert arra inspirált, hogy megnézze, vagy beszéljen róla. És nem ez az egyetlen ilyen jellegű építmény, amit néha megláthatunk a városban, ha nyitott szemmel járunk. Itt az I+D-s fejlesztés, ez a Tóberrekes, ez pedig a Pálmány csarnok. Új várost építünk, hiszen új helyzet, ahogy a polgármester úr is a köszöntőjében említette, új helyzet előtt állunk, új helyzetben vagyunk. Nagyon fontos a közlekedésnek a fejlesztése. Szeretnénk egy Ajka elkerülő útvonalat kijelölni, hogy tehermentesíteni tudjuk a belvárosunkat. Ez gyakorlatilag egy nagy nyugati elkerülőt jelent a 8-astól, az ipari parktól. Túlsokon hoznánk be az elkerülő utat a légvezetékek mentén, a zagykazetták mellett, és mennénk át a bauxitos út irányába, és kötnénk be egy ágban padrakút szénfelrakó vagy szénrakó területébe. Ennek a nyomvonalát a megyei tervbe is beépítettük, tehát ennek úgy gondolom, hogy közép-hosszú távon van realitása. Aminek talán nagyobb realitása van, az egy Ajkai város belső elkelő út létrehozása, amely gyakorlatilag a belső ipari park útját, ez jelenti a Poppenpothof mögötti utat jelenti, ezt hoznánk, hosszabbítanánk meg a szennyvíztisztító telep mellett, és vinnénk a Széchenyi utca irányába. Az a kis zöld ág, az gyakorlatilag a Széchenyi utcai bekötés jelenti, de magában ez a belső elkerülő elkanyarodna, és menne a légvezetékek, a nagy távvezetékek között egészen a Szent István utcáig ki. És egy következő lépésben pedig menne tovább egészen a vasútig. És így a Gyár utcát is lehetne tehermentesíteni. De gyakorlatilag, hogyha ez a belső elkerülő út elkészülne, azzal már a napi forgalmat le tudnánk venni a Sport utcáról, a Fő utcáról, nagyban elő tudná segíteni a mindennapi könnyebb közlekedésünket. Kerékpárút fejlesztés tervez a város szerte, Tósokon, Csingerben, Bódén, Padrakúton, Gyepesen, tehát gyakorlatilag a teljes közigazgatási területen, hiszen azt kell látnunk, hogy napról napra egyre több ember használja a kerékpárt. Egyrészt a munkába menet, másodszorban pedig egyre több azon embereknek a száma, akik a Kaphegy felé kerekeznek. Illetve vannak olyan kerékpár útjaink, amelyek előbb vagy utóbb majd rá lesznek kötve az országos hálózatra is. Ha beszéltünk a városközpontról, akkor érdemes néhány szót váltanunk, és meg kell említenünk az alközpontoknak a szerepét is. Azt látjuk, hogy hála Istennek megmaradt a különböző városrészeknek, a régebbi falvaknak az önálló identitása is, és ezt szeretné a város vezetése erősíteni, megőrizni. És majd, hogyha látni fogjuk a 60 éves város programját és az előkészítését, akkor ezt egyértelműen kirajzolja. Túlsok Beréndem elkezdődött egy településközpont fejlesztés a faluházzal. Szeretnénk itt egy nagyobb zöldfelületi
fejlesztésbe fogni. Jelenleg a rendezési tervünk jelenleg módosításában egy nagyobb közpark kiszabályozása van a Szent István utcától a Tornapatakig. A bekarikázott kék mezőn belül lehet látni, hogy melyik részről van szó. Padragon a volt bányaterület, előkészítés alatt van a fejlesztés, el lettek bontva régi csarnoki épületek, ott egy parkfejlesztés, egy közterületrendezés lesz. Csíkúton a templomoktól Padrag felé szeretnénk kialakítani közösségi tereket, egy kicsit kiszélesíteni a beszűkülő főutcát, és itt továbbfejleszteni a már megkezdett dolgainkat. Bódén, a Bolgárkert néven biztos hallottak sokan már a fejlesztéseinkről. Itt területmegszerzés, területcsere útján a város megszerezte a sportterületet. Ezen a területen a sportot megerősítendő fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, illetve a Csingerpatak völgyében kiskertek, kertművelés, ezzel összefüggő fejlesztéseket szeretnénk, illetve nyilván a sportterületet bekapcsolva rendezvényterületeket szeretnénk fejleszteni. Itt talán első lépésként egy kisebb épület, ami egy elég rossz helyen, rossz állapotban lévő épület volt, el lett bontva nem oly régen. Tehát itt is megindult ennek a területnek az előkészítése, sőt a kerteknek a használata is. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy jó választás, egy jó kijelölése volt ennek az alközpontnak. Csingerben a parkerdőbe vezető út feletti területnek a fejlesztése már évekkel korábban megkezdődött. Ennek a tovább gondolása, tovább fejlesztése van napi rendem, illetve azt gondolom, hogy itt a régi bánya épületeknek a részlegesen a bontása, vagy amely értékes és fennmaradhat, annak a felújítása, vagy új funkcióval megtöltését követően egy teljesen új szemléletű, turisztika irányú fejlesztésbe kell gondolkodnunk Csinger esetében. Ugye ezt nagyon jól megerősíti a Bercsényiben lévő kollégiumnak a rekreációs célú fejlesztése. Én azt gondolom, hogy Csinger arra alkalmas, hogy ebbe az irányba el lehessen vinni ezt a település részt. Ajka rendeken az iskola környéke, mint egy települési alközpont. Itt ugye az iskolával szemben parkolófejlesztésbe fogott a város, illetve fent a zöld fellett mentén az iskolaudvar közelében talán műfős focipálya fejlesztése van előkészítés alatt. Tehát gyakorlatilag itt is kijelölésre került, és elindult egy fejlesztés az alközpontnak. Bakongyepesen pedig a templom kert, a templom udvar része, az mint egy ilyen alközponti szervező helyszín szolgál fejlesztése is. Nagyon fontos a jogi háttér. Jogi háttér adja meg azokat a kereteket, amelyek között tudunk mi gondolkodni és fejlődni. Elkészült az év elején a települési arcolati kézikönyv, amit TAK-nak hívunk, és ez alapján ezt jogszabályi környezetben rendezve a településkép védelmi rendelet. Mindkettő fenn van a város honlapján, úgyhogy mindenkit bátorítok rá, hogy vegye az energiát és nézzen bele. Nem nehéz olvasmány a TAK, az kifejezetten olyan, hogy szép, színes és könnyen érthető, de talán átjön az a gondolatiság, amit szerettünk volna ezzel megfogalmazni. És ezt egy nagy vívmánynak gondolom, hogy elkészült. Ami még fontos, én 15 éve vagyok a város, az nem fontos, hogy 15 éve vagyok a város főépítésze, az fontos, hogy ebben a 15 évben, ha jól számoltam, 32-szer módosult a helyépítési szabályzat. Tehát
átlagosan évente legalább kétszer. De volt szerintem olyan év, hogy négyszer. Ami az, nem azért van, mert nem tudjuk, hogy mit akarunk, hanem azért van, mert a város vezetése azt gondolja, hogy a fejlődéseket a helyi szinten is támogatni kell, és nagyon fontos, hogy ne legyen bármilyen beruházásnak a gátja a helyépítési szabályzat. Ami nem azt jelenti, hogy bármilyen fejlesztést meg lehet csinálni a városban, hanem az azt jelenti, hogy ami értelmes is jó, gondolat, jó fejlesztés, az mellé áll a város, és ahogy én tapasztalom általában, ebben a képviselő testületüléseken egységesen szokott a testület szavazni. És ez engem nagyon boldoggá tesz. Amiről szerettem volna most egy pár gondolatot mondani. Most előkészítés alatt van egy módosítási csomagunk, ez talán a 33. lesz, amelynek 25 pontja van, és ebből egyet emeltem ki. Ajka rendeken szeretne a város egy új területet kiszabályozni, ahol egy nyugati domboldalon, egy lankás nyugati domboldalon, ajka rendek déli részén, a Korányi utca déli végében egy új lakóterületet jelöl ki. Ezt azért hozom fel példaként, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amely egy minőségi fejlesztés, egy minőségi életszintere tud lenni azon ajkaiak számára, akik úgy gondolják, hogy ajka rendeken szeretnének lakni. 15 éve ezelőtt azzal kellett szembesülnöm, hogy nem nagyon volt a városban lakótelek. Ha valaki egy új családi házat szeretett volna egy zöldmezős beruházásban megvalósítani, akkor el kellett menni a Magyarpolányba, Kislődre, Városlődre, vagy bárhova, hogy ezt meg tudja tenni. Ez volt az egyik első fontos dolgunk, hogy ezt megteremtsük, hogy önállóan minden városrészben lehessen építkezni. Hogyha valaki kötődik ajkarendekhez, akkor ő ajkarendeken tudja ezt megtenni, vagy ha ő kötődik Bódéhoz, akkor Bódén tegye ezt meg, vagy éppen máshol. És hála jó Istennek azt látjuk, hogy ajkarendeken jól fogytak a telkek. A nyugati lakóterület az nagy részben már megtelt, beépült, és ennek folytatásaként szeretnénk ezt a területet is ajánlani az építkezők számára. Egyébként a város nem csak lakóterületeket alakított ki, hanem ebben a 15 évben nagyon sok 10 hektárnyi gazdasági területet, és még mindig van gazdasági területe a városnak, amely elő van készítve arra, hogy lehessen rajta építeni. És a Targoncatréd környékén, amit korábban a város aként szeretett volna használni, hogy ott piacot létesítsen, de miután erről letett a város vezetése, hogy ott piac legyen, az felszabadult terület, és ott van egy közel 6 hektárnyi fejlesztési hely, ahol építeni lehet, ahol már holnap lehet építeni. Nagyon fontos, és erről tényleg nem akarok sokat beszélni, a város a helyi építési szabályzatának felülvizsgálata előtt áll. Ez azért fontos, mert a jelenleg hatályos szabályozási tervünk az 2001. július 6-án lépett hatályba, tehát most már 17 éve, és megváltoztak a jogi környezetek, megváltozott az a befektetői kör, aki most, és dinamika, amellyel már most szembesülünk, és ezeknek az új kihívásoknak megfelelő új szabályozást kell létrehoznunk. Én annak örülök, hogy most szót kaptam egy vállalkozói kör előtt, és arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy nyugodtan olvassa el a város honlapján lévő takot és a helyi értékvédelmi rendeletet, nézzen bele a fent lévő szabályokba, és nyugodtan keressen engem, hogyha fejlesztési szándéka van a következő időszakban, ha nem is az idén, jövőre, hanem a következő 5-10 évben, mert érdemes megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak az ő tulajdonában álló területen, hiszen
ha valakinek fejlesztésben kell gondolkodnia, akkor általában arra nem nagyon szokott idő lenni, hogy még a helyépítési szabályzatot is hozzáigazítsuk. És most, hogy a városnak ezt a lépést meg kell tennie, ez egy jó alkalom lehet arra, hogy ezzel éljen. Úgyhogy ez miatt mindenkit buzdítok arra, hogy ezt megtegye. Ennyit szerettem volna így röviden elmondani a város fejlesztésről. Én remélem, hogy mindenkinek tudtam újdonsággal szolgálni, és amit itt a vége felé mondtam, nyugodt szívvel bárki kereshet, és tegye meg, mert azt gondolom, hogy ezzel tud az ő vállalkozásának is az egyik legtöbbet tenni, hogyha felkészül arra, hogyha fejlesztés előtt áll, hogy tájékozódjon, hogy milyen lehetőségei vannak. Köszönöm. Kedves barátaim, nagyon érdekes előadást hallottunk, így egyben még én sem láttam ezt így. Ugye Ajka, ahogy bevezetőben említettem, egy új időszak előtt áll. Egy új imást építünk, szeretnénk a város kisugárzását növelni, és másképp, mint ami a korábbi időszakban volt. Ehhez kérem az önök segítségét. De ugye nem csak távlati fejlesztésekről van szó, hanem egészen közeli időszaknak a megjelenítéséről is. Ahogy bevezettem, Ajka a következő évben ünnepli a várossányilvánítás 60. évfordulóját. Erre nagyon sok mindennel készülünk. Szeretnénk képzőművészeti alkotásokkal hangulatosabbá tenni a várost. Utakat, ugye épületeket hozunk létre, rendezvényeket, új típusú rendezvényeket tartunk idősebbeknek, fiataloknak, sokféle korosztálynak. És hát érdekesebbé szeretnénk tenni a várost. A bölcsöde bővítéséről még nem is beszéltünk, de azt is nagyon szeretnénk megtenni, hiszen tudom, hogy az önök legnagyobb problémája az, hogy a munkaerő az hogy képződik és hogy áll majd rendelkezésre. Hát a nők foglalkoztatásának a növelése talán az egyik pici pont lehet, nyilván nem oldja meg a helyzetet, de ehhez nagyon kellene, hogy a bölcsödét meg tudjuk fejleszteni, nagyobbá tudjuk tenni, mint egy 24 férőhelyen. Mindezekhez a kérdésekhez és fejlesztésekhez szeretném az önök segítségét kérni. Persze azzal is tisztában vagyunk, hogy számtalan gond és probléma nyomasztja önöket. Az előbb említett munkaerő problémán túl piacok megtartásának és megszerzésének a kérdése, az adók és más problémák is vannak, de mégis azt gondolom, hogy mi itt valamennyien ajkaiak vagyunk, és nem mindegy, hogy a mi városunk az, hogy néz ki most, és hogy fog kinézni majd a következő év, vagy években. Ezért szeretném az önök segítségét kérni. Arra gondoltunk, hogy egy nagyszerű dolog lenne, ha 2018-ban és 2019-ben, tehát a most folyó és a következő évben az Ajkán működő gazdasági szervezetek az éves árbevételük 1/1000-ét fel tudnák ajánlani ezekre a célokra, amiről itt beszéltünk. Ugye az 1/1000 az egy kis cégnél az kicsi szám, egy nagy cégnél meg nagyon nagy szám. Hát például ugye a 20 milliárdnál nagyobb árbevételt produkáló cégeknél az már több millió forint, különösen két év alatt. Ott ezt az irányszámot, vagy ezt a célkitűzést egy picit mérsékelnénk, ott a 0,5%-et jelölnénk meg, de ott is két éves időtartamot szeretnénk kérni, azért, mert a városi alapítvány lenne a gyűjtőhelye ezeknek a felajánlásoknak, és a városi alapítvány az érkező felajánlásokra 40% adókedvezményt lehet biztosítani, ha tartós az adomány, és a két év az már tartósnak minősül. Ugye Keller Imre adótanácsadó barátom dolgozta ki ennek a részleteit. Ugye igazolásokat tudunk adni a felajánlásokról.
aminek következtében, vagy már előtte önök ezt költségként el tudják számolni, és az adókedvezmény pedig megjár, hiszen egy közhasznú alapítványról van szó. Ugye nem egy egyszerű dolog ez, és gondolom, hogy különösen a külföldi tulajdonban lévő vállalkozások esetén ezt a tulajdonosi körrel is meg kell beszélni. A néhány nagyobb céggel már folytattam ilyen tárgyalásokat, még egyetlen egy sem akadt, aki ezt ne támogatta volna. De mindenütt hivatkoztak a tulajdonosi kör döntő szerepére, és hát vállalták, hogy ezeket a kéréseket továbbítják. Mindenkitől nagyon szívesen várunk ilyen felajánlást és ilyen lehetőséget, aki persze ezt nem tudja, vagy másokból nem képes teljesíteni, hát ezt nyilván meg lehet érteni, de kérem önöket, hogy segítsék a saját városunkat, hiszen egyébként ugye, szép terveink vannak, a város jó és működőképes, jó a jelenlegi trend, de hát azért lyukas a zsebünk elég rendesen, hiszen biztos ismerik, hogy hát Ajkával nem bántak valami kiemelkedő módon itt a topos pályázatok tekintetében. Hát a megyei városok között ugye legalacsonyabb támogatást nyertünk, beadott pályázatainknak a 10%-át sem sikerült elérni. Egyértelműen politikai döntés született. De ez nem kell, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy ezeket a terveket a lakosságunk Ajka város javára megvalósítsuk. Ajkát az ipar tette azzá, ami ugye a bányászattal kezdődött, de aztán fokozatosan más iparágak is fellendültek, és hát egy ilyen 20 éves átalakulási időszak után most már nem a bányászat a uralkodó, a legmeghatározóbb, ugye az lényegében meg is szűnt, hanem az autóipar. Ugye Ajka az autóiparnak az egyik vidéki fellegvárának tekinthető, az elektronikai iparral kiegészítve, hiszen két vagy három cég is az elektronika különböző üzletágaiban tevékenykedik. Tehát jó ez a trend, hiszen ezek olyan iparágak, amelyekkel szép sikereket lehet elérni. De csak együtt, és ezért kérem önöket, hogy segítsenek bennünket. Ugye levelet fogunk írni minden ajkai gazdálkodó szervezetnek, aki 1 millió forint nettó árbevételnél nagyobb árbevétellel rendelkezik, amiben természetesen leírjuk majd ennek a lehetőségnek, ennek a kérésnek a részleteit, és hát aztán kezdődhet majd az igazi munka. De hogy ez jó sikerüljön, ezért én a magam részéről szükségesnek tartanám, hogy halljuk az önök véleményét. Mit gondolnak erről a kérdésről, aztán vágnánk bele határozottan, ha innen is biztatásokat kapunk. Úgyhogy én kérem önöket, hogy aki tud, vagy aki akar, vagy akinek van véleménye, az szóljon hozzá ehhez a témához, és fejtse ki az álláspontját. Kollégáim egyébként két mikrofont is tartanak, tehát aki felnyújtja a kezét, az elviszik a mikrofont, és akkor így könnyen meg lehet tenni a hozzászólást. Tessék parancsolni, hölgyeim és uraim! Kálmán Endre úr, Validus Trans ügyvezető igazgatója. Köszönöm, jó estét mindenkinek én is. Magam részéről beszélek, saját részről beszélek. Én támogatnám ezt az ötletet, mivel ezek a fejlesztések, illetve ezek a dolgok, amit a polgármester úr is említett, ezek a városunkban maradnak, ezeket mi látjuk, mi élvezzük. Ezeket a dolgokat, arról nem is beszélve, hogy ez egy egészséges lokálpatriotizmus kezdetét is vehetné ebbe a dologba. Köszönöm szépen, egyszerűen. Én is köszönöm szépen, Endre, tőled. Különösen jól esik ez a támogató nyilatkozat, mert ugye egy megbeszélést hívtunk össze, hiszen volt olyan elképzelésünk, hogy minden körforgalomba telepítsünk egy képzőművészeti alkotást, egy szobrot tulajdonképpen.
Aztán amikor az Endrét és kollégáit meghívtam erre a megbeszélésre, éppen te voltál az, aki felvilágosított, hogy hát azért annyi szobor, ahány körfogalom van, az nem biztos, hogy jó lesz, és inkább humanizáljuk a körfogalmakat. Hát ne vegyük le teljesen a napirendről, de inkább humanizáljuk, és más eszközökkel is telepítsünk, és egy igazságosabb rendszer dolgozzunk ki, mint hogy magunk megkeresünk egy gazdasági társaságot, és egy konkrét dologra kérjük a fejlesztési támogatását. Végül is te alapvetően hozzájárultál ahhoz, hogy ilyen értelemben egy ilyen széles kérés van a városgazdasági szervei felé, hogy akkor a befizetésekkel próbáljuk meg megvalósítani a 60. évforduló, illetve az közeli célokat. Úgyhogy köszönöm szépen, Endel. És hát mindenkivel persze szerződni is fogunk, mert ugye rögzíteni is kell az éves ütemeket, ugye akár mennyi hozzájárulás is érkezik, mindenképpen 2 évre fogjuk ezt ütemezni, mert akkor tudunk megfelelni a 40%-os adó alap leírási lehetőségnek. Kíván-e még valaki hozzászólni? Ugye azt talán még el kellett volna mondanom, hogy felhatalmaztak, hogy a MAL ZRT az vállalta a Sport utcai körforgalomba egy sportolókat táblázoló szoborcsoportnak a kivitelezését. Ez folyik, ez a szerződés, ez létrejött. Erre vonatkozóan már felhatalmaztak, és több kezdeményezést is tettünk. Most Gábor rád nézek, de ez még nem mondhatok itt még semmit. Tehát vannak azért ilyen kezdeményezések is, és akiket eddig kerestem, azok nagyon támogatták ezt a felkérést. Ügyvéd úr, és a te kezdeményezésed is benne van a fejlesztési tervekben, hiszen a Ajka-Rendeki városrész árkainak eltüntetése és az út kiszélesítése és parkolósávok kialakítása tulajdonképpen a te kezdeményezésed, úgyhogy attól tartok, hogy egy táblával fogjuk megjelölni, hogy ezt te kezdeményezted, ugyanis minden fejlesztésnek ellenzői is vannak, akkor téged keresenek majd ezzel a kérdéssel. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, van-e még valaki, kíván-e valaki szólni? Amennyiben nem, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, és ezzel úgy érzem, hogy a folyamat az elindult, most már bátran megfogalmazom majd a leveleket is, és a közeli napokban akkor küldeni fogom önöknek. És mint a főépítész úr pedig elmondott, hogy hát évente, ugye te azt hiszem hektárban mondtad, hát én négyzetméterben jobban szeretek gondolkodni, kb. 10 000 négyzetméter csarnokot adunk át már hosszú évek óta. Ugye ez komoly, és én arra kérem önöket, hogy önök olyan vezetői a cégeiknek, akikben van erő, van lehetőség. Ugye megint a Löbelié üzemigazgatójára nézek, vagy vezérigazgatójára, de Veolia vezérigazgatójára is nézhették, hiszen Attila is megtisztelt bennünket a jelenlétével. Úgyhogy várjuk a lehetőségeket, és a város az mindig nyitott lesz a korszerűre, az újra. És én azt gondolom, hogy a jelenleg működő rendszerünkben, ezt így a nyilvánosság előtt úgy mindig óvatosan mondom, hogy aki így hozzájárul a város dolgaihoz, azt egyéb módon igyekszünk. Hát nem meghálálni, mert a kettő nincs azonos fajsúlyba egymással, de ugye gesztus jegyeket tudunk biztosítani az uszodába, a színházba, az elkészülő jégcsarnokba. Laci talán jövőre már lehet ott korcsolyázni. Tehát ilyen, de ezek kicsik ahhoz, amit önök a város érdekében tudnak tenni, úgyhogy hát mi a kis eszközeinkkel fogunk ehhez hozzászólni és hozzásegíteni, de azt gondolom, hogy ez az elefánt meg az egérnek a esete, hogy mi is teszünk valamit így a köz oltárán. Köszönöm szépen a megjelenésüket, kellemes hétvégét kívánok, és jó szabadságot, jó erőt, egészséget mindenkinek.
ajkarendeken, az iskola környéke, mint egy települési alközpont. Itt ugye az iskolával szemben parkolófejlesztésbe fogott a város, illetve fent a zöld fellett mentén az iskolaudvar közelében talán műfős focipálya fejlesztése van előkészítés alatt. Tehát gyakorlatilag itt is kijelölésre került, és elindult egy fejlesztés az alközpontnak. Bakony-Gyepesen pedig a templom kert, a templom udvar része, az mint egy ilyen alközponti szervező helyszín szolgál fejlesztése is. Nagyon fontos a jogi háttér. Jogi háttér adja meg azokat a kereteket, amelyek között tudunk mi gondolkodni és fejlődni. Elkészült az év elején a települési arcolati kézikönyv, amit TAK-nak hívunk, és ez alapján ezt jogszabályi környezetben rendezve a településkép védelmi rendelet. Mindkettő fenn van a város honlapján, úgyhogy mindenkit bátorítok rá, hogy vegye az energiát és nézzen bele. Nem nehéz olvasmány a TAK, az kifejezetten olyan, hogy szép, színes és könnyen érthető, de talán átjön az a gondolatiság, amit szerettünk volna ezzel megfogalmazni. És ezt egy nagy vívmánynak gondolom, hogy elkészült. Ami még fontos, én 15 éve vagyok a város, az nem fontos, hogy 15 éve vagyok a város főépítésze, az fontos, hogy ebben a 15 évben, ha jól számoltam, 32-szer módosult a helyépítési szabályzat, tehát átlagosan évente legalább kétszer. De volt szerintem olyan év, hogy négyszer. Ami az, nem azért van, mert nem tudjuk, hogy mit akarunk, hanem azért van, mert a város vezetése azt gondolja, hogy a fejlődéseket a helyi szinten is támogatni kell, és nagyon fontos, hogy ne legyen bármilyen beruházásnak a gátja a helyépítési szabályzat. Ami nem azt jelenti, hogy bármilyen fejlesztést meg lehet csinálni a városban, hanem az azt jelenti, hogy ami értelmes is jó gondolat, jó fejlesztés, az mellé áll a város, és ahogy én tapasztalom általában, ebben a képviselő testületüléseken egységesen szokott a testület szavazni. És ez engem nagyon boldoggá tesz. Amiről szerettem volna most egy pár gondolatot mondani. Most előkészítés alatt van egy módosítási csomagunk, ez talán a 33. lesz, amelynek 25 pontja van, és ebből egyet emeltem ki. Ajkarendeken szeretne a város egy új területet kiszabályozni, ahol egy nyugati domboldalon, egy lankás nyugati domboldalon, ajkarendek déli részén, a Korányi utca déli végében egy új lakóterületet jelöl ki. Ezt azért hozom fel példaként, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amely egy minőségi fejlesztés, egy minőségi életszintere tud lenni azon ajkaiak számára, akik úgy gondolják, hogy ajkarendeken szeretnének lakni. 15 éve ezelőtt azzal kellett szembesülnöm, hogy nem nagyon volt a városban lakótelek. Ha valaki egy új családi házat szeretett volna egy zöldmezős beruházásban megvalósítani, akkor el kellett menni a Magyarpolányba, Kislődre, Városlődre, vagy bárhova, hogy ezt meg tudja tenni. Ez volt az egyik első fontos dolgunk, hogy ezt megteremtsük, hogy önállóan minden városrészben lehessen építkezni. Hogyha valaki kötődik ajkarendekhez, akkor ő ajkarendeken tudja ezt megtenni, vagy ha ő kötődik Bódéhoz, akkor Bódén tegye ezt meg, vagy éppen máshol. És hála jó Istennek azt látjuk, hogy ajkarendeken jól fogytak a telkek. A nyugati lakóterület az nagy részben már megtelt, beépült, és ennek folytatásaként szeretnénk ezt a területet is ajánlani az építkezők számára. Egyébként
a város nem csak lakóterületeket alakított ki, hanem ebben a 15 évben nagyon sok 10 hektárnyi gazdasági területet, és még mindig van gazdasági területe a városnak, amely elő van készítve arra, hogy lehessen rajta építeni. És a Targoncatréd környékén, amit korábban a város aként szeretett volna használni, hogy ott piacot létesítsen, de miután erről letett a város vezetése, hogy ott piac legyen, az felszabadult terület, és ott van egy közel 6 hektárnyi fejlesztési hely, ahol építeni lehet, ahol már holnap lehet építeni. Nagyon fontos, és erről tényleg nem akarok sokat beszélni, a város a helyi építési szabályzatának felülvizsgálata előtt áll. Ez azért fontos, mert a jelenleg hatályos szabályozási tervünk az 2001. július 6-án lépett hatályba, tehát most már 17 éve, és megváltoztak a jogi környezetek, megváltozott az a befektetői kör, aki most, és dinamika, amellyel már most szembesülünk, és ezeknek az új kihívásoknak megfelelő új szabályozást kell létrehoznunk. Én annak örülök, hogy most szót kaptam egy vállalkozói kör előtt, és arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy nyugodtan olvassa el a város honlapján lévő takot és a helyi értékvédelmi rendeletet, nézzen bele a fent lévő szabályokba, és nyugodtan keressen engem, hogyha fejlesztési szándéka van a következő időszakban, ha nem is az idén, jövőre, hanem a következő 5-10 évben, mert érdemes megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak az ő tulajdonában álló területen, hiszen ha valakinek fejlesztésben kell gondolkodnia, akkor általában arra nem nagyon szokott idő lenni, hogy még a helyépítési szabályzatot is hozzáigazítsuk. És most, hogy a városnak ezt a lépést meg kell tennie, ez egy jó alkalom lehet arra, hogy ezzel éljen. Úgyhogy ez miatt mindenkit buzdítok arra, hogy ezt megtegye. Ennyit szerettem volna így röviden elmondani a város fejlesztésről. Én remélem, hogy mindenkinek tudtam újdonsággal szolgálni, és amit itt a vége felé mondtam, nyugodt szívvel bárki kereshet, és tegye meg, mert azt gondolom, hogy ezzel tud az ő vállalkozásának is az egyik legtöbbet tenni, hogyha felkészül arra, hogyha fejlesztés előtt áll, hogy tájékozódjon, hogy milyen lehetőségei vannak. Köszönöm. Kedves barátaim, nagyon érdekes előadást hallottunk, így egyben még én sem láttam ezt így. Ugye Ajka, ahogy bevezetőben említettem, egy új időszak előtt áll. Egy új imást építünk, szeretnénk a város kisugárzását növelni, és másképp, mint ami a korábbi időszakban volt. Ehhez kérem az önök segítségét. De ugye nem csak távlati fejlesztésekről van szó, hanem egészen közeli időszaknak a megjelenítéséről is. Ahogy bevezettem, Ajka a következő évben ünnepli a várossányilvánítás 60. évfordulóját. Erre nagyon sok mindennel készülünk. Szeretnénk képzőművészeti alkotásokkal hangulatosabbá tenni a várost. Utakat, ugye épületeket hozunk létre, rendezvényeket, új típusú rendezvényeket tartunk idősebbeknek, fiataloknak, sokféle korosztálynak. És hát érdekesebbé szeretnénk tenni a várost. A bölcsöde bővítéséről még nem is beszéltünk, de azt is nagyon szeretnénk megtenni, hiszen tudom, hogy az önök legnagyobb problémája az, hogy a munkaerő az hogy képződik és hogy áll majd rendelkezésre. Hát a nők foglalkoztatásának a növelése talán az egyik pici pont lehet, nyilván nem oldja meg a helyzetet, de ehhez nagyon kellene, hogy a bölcsödét meg tudjuk fejleszteni, nagyobbá tudjuk tenni, mint egy 24 férőhelyen. Mindezekhez a kérdésekhez és
fejlesztésekhez szeretném az önök segítségét kérni. Persze azzal is tisztában vagyunk, hogy számtalan gond és probléma nyomasztja önöket. Az előbb említett munkaerő problémán túl piacok megtartásának és megszerzésének a kérdése, az adók és más problémák is vannak, de mégis azt gondolom, hogy mi itt valamennyien ajkaiak vagyunk, és nem mindegy, hogy a mi városunk az hogy néz ki most, és hogy fog kinézni majd a következő év, vagy években. Ezért szeretném az önök segítségét kérni. Arra gondoltunk, hogy egy nagyszerű dolog lenne, ha 2018-ban és 2019-ben, tehát a most folyó és a következő évben az Ajkán működő gazdasági szervezetek az éves árbevételük 1/1000-ét fel tudnák ajánlani ezekre a célokra, amiről itt beszéltünk. Ugye az 1/1000 az egy kis cégnél az kicsi szám, egy nagy cégnél meg nagyon nagy szám. Hát például ugye a 20 milliárdnál nagyobb árbevételt produkáló cégeknél az már több millió forint, különösen két év alatt. Ott ezt az irányszámot, vagy ezt a célkitűzést egy picit mérsékelnénk, ott a 0,5%-et jelölnénk meg, de ott is két éves időtartamot szeretnénk kérni. Azért, mert a városi alapítvány lenne a gyűjtőhelye ezeknek a felajánlásoknak, és a városi alapítvány az érkező felajánlásokra 40% adókedvezményt lehet biztosítani, ha tartós az adomány, és a két év az már tartósnak minősül. Ugye Keller Imre adótanácsadó barátom dolgozta ki ennek a részleteit, ugye igazolásokat tudunk adni a felajánlásokról, aminek következtében vagy már előtte önök ezt költségként el tudják számolni, és az adókedvezmény pedig megjár, hiszen egy közhasznú alapítványról van szó. Ugye nem egy egyszerű dolog ez, és gondolom, hogy különösen a külföldi tulajdonban lévő vállalkozások esetén ezt a tulajdonosi körrel is meg kell beszélni. A néhány nagyobb céggel már folytattam ilyen tárgyalásokat, még egyetlen egy sem akadt, aki ezt ne támogatta volna. De mindenütt hivatkoztak a tulajdonosi kör döntő szerepére, és hát vállalták, hogy ezeket a kéréseket továbbítják. Mindenkitől nagyon szívesen várunk ilyen felajánlást és ilyen lehetőséget, aki persze ezt nem tudja, vagy másokból nem képes teljesíteni, hát ezt nyilván meg lehet érteni, de kérem önöket, hogy segítsék a saját városunkat, hiszen egyébként ugye, szép terveink vannak, a város jó és működőképes, jó a jelenlegi trend, de hát azért lyukas a zsebünk elég rendesen, hiszen biztos ismerik, hogy hát Ajkával nem bántak valami kiemelkedő módon itt a topos pályázatok tekintetében. Hát a megyei városok között ugye legalacsonyabb támogatást nyertünk, beadott pályázatainknak a 10%-át sem sikerült elérni. Egyértelműen politikai döntés született. De ez nem kell, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy ezeket a terveket a lakosságunk Ajka város javára megvalósítsuk. Ajkát az ipar tette azzá, ami ugye a bányászattal kezdődött, de aztán fokozatosan más iparágak is fellendültek, és hát egy ilyen 20 éves átalakulási időszak után most már nem a bányászat a uralkodó, a legmeghatározóbb, ugye az lényegében meg is szűnt, hanem az autóipar. Ugye Ajka az autóiparnak az egyik vidéki fellegvárának tekinthető, az elektronikai iparral kiegészítve, hiszen két vagy három cég is az elektronika különböző üzletágaiban tevékenykedik. Tehát jó ez a trend, hiszen ezek olyan iparágak, amelyekkel szép sikereket lehet elérni. De csak együtt, és ezért kérem önöket, hogy segítsenek bennünket. Ugye levelet fogunk írni minden ajkai gazdálkodó szervezetnek, aki 1 milliónál
1 millió forint nettó árbevételnél nagyobb árbevétellel rendelkezik, amiben természetesen leírjuk majd ennek a lehetőségnek, ennek a kérésnek a részleteit, és hát aztán kezdődhet majd az igazi munka. De hogy ez jó sikerüljön, ezért én a magam részéről szükségesnek tartanám, hogy halljuk az önök véleményét, mit gondolnak erről a kérdésről, aztán vágnánk bele határozottan, ha innen is biztatásokat kapunk. Úgyhogy én kérem önöket, hogy aki tud, vagy aki akar, vagy akinek van véleménye, az szóljon hozzá ehhez a témához, és fejtse ki az álláspontját. Kollégáim egyébként két mikrofont is tartanak, tehát aki felnyújtja a kezét, az elviszik a mikrofont, és akkor így könnyen meg lehet tenni a hozzászólást. Tessék parancsolni, hölgyeim és uraim! Kálmán Endre úr, Validus Trans ügyvezető igazgatója. Köszönöm, jó estét mindenkinek én is. Magam részéről beszélek, saját részéről beszélek. Én támogatnám ezt az ötletet, mivel ezek a fejlesztések, illetve ezek a dolgok, amit a polgármester úr is említett, ezek a városunkban maradnak, ezeket mi látjuk, mi élvezzük. Ezeket a dolgokat, arról nem is beszélve, hogy ez egy egészséges lokálpatriotizmus kezdetét is vehetné ebbe a dologba. Köszönöm szépen, egyszer. Én is köszönöm szépen, Endre, tőled. Különösen jól esik ez a támogató nyilatkozat, mert ugye egy megbeszélést hívtunk össze, hiszen volt olyan elképzelésünk, hogy minden körforgalomba telepítsünk egy képzőművészeti alkotást, egy szobrot tulajdonképpen. Aztán amikor az Endrét és kollégáit meghívtam erre a megbeszélésre, éppen te voltál az, aki felvilágosított, hogy hát azért annyi szobor, ahány körforgalom van, az nem biztos, hogy jó lesz, és inkább humanizáljuk a körforgalmakat. Hát ne vegyük le teljesen a napirendről, de inkább humanizáljuk, és más eszközökkel is telepítsünk, és egy igazságosabb rendszer dolgozzunk ki, mint hogy magunk megkeresünk egy gazdasági társaságot, és egy konkrét dologra kérjük a fejlesztési támogatását. Végülis te alapvetően hozzájárultál ahhoz, hogy ilyen értelemben egy ilyen széles kérés van a városgazdasági szervei felé, hogy akkor a befizetésekkel próbáljuk meg megvalósítani a 60. évforduló, illetve az közeli célokat. Úgyhogy köszönöm szépen, Endre. És hát mindenkivel persze szerződni is fogunk, mert ugye rögzíteni is kell az éves ütemeket, ugye akár mennyi hozzájárulás is érkezik, mindenképpen 2 évre fogjuk ezt ütemezni, mert akkor tudunk megfelelni a 40%-os adó alap leírási lehetőségnek. Kíván-e még valaki hozzászólni? Ugye azt talán még el kellett volna mondanom, hogy felhatalmaztak, hogy a MAL ZRT az vállalta a Sport utcai körforgalomba egy sportolókat táblázoló szoborcsoportnak a kivitelezését. Ez folyik, ez a szerződés, ez létrejött. Erre vonatkozóan már felhatalmaztak, és több kezdeményezést is tettünk. Most Gábor rád nézek, de ez még nem mondhatok itt még semmit. Tehát vannak azért ilyen kezdeményezések is, és akiket eddig kerestem, azok nagyon támogatták ezt a felkérést. Ügyvéd úr, és a te kezdeményezésed is benne van a fejlesztési tervekben, hiszen a Ajka-Rendeki városrész árkainak eltüntetése és az út kiszélesítése és parkolósávok kialakítása tulajdonképpen a te kezdeményezésed, úgyhogy attól tartok, hogy egy táblával fogjuk megjelölni, hogy ezt te kezdeményezted, ugyanis minden fejlesztésnek ellenzői is vannak, akkor téged keresenek majd ezzel a kérdéssel. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, van-e még valaki, kíván-e valaki szólni? Amennyiben nem, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, és ezzel úgy érzem, hogy a folyamat az elindult, most már bátran megfogalmazom majd a leveleket, és,
és a közeli napokban akkor küldeni fogom önöknek. És mint a főépítész úr pedig elmondott, hogy hát évente, ugye te azt hiszem hektárban mondtad, hát én négyzetméterben jobban szeretek gondolkodni, kb. 10 000 négyzetméter csarnokot adunk át már hosszú évek óta. Ugye ez komoly, és én arra kérem önöket, hogy önök olyan vezetői a cégeiknek, akikben van erő, van lehetőség. Ugye megint a Löbeli üzemigazgatójára nézek, vagy vezérigazgatójára, de Veolia vezérigazgatójára is nézhették, hiszen Attila is megtisztelt bennünket a jelenlétével, úgyhogy várjuk a lehetőségeket, és a város az mindig nyitott lesz a korszerűre, az újra, és én azt gondolom, hogy a jelenleg működő rendszerünkben ezt így a nyilvánosság előtt úgy mindig óvatosan mondom, hogy aki így hozzájárul a város dolgaihoz, azt egyéb módon igyekszünk. Hát nem meghálálni, mert a kettő nincs azonos fajsúlyba egymással, de ugye gesztus jegyeket tudunk biztosítani az uszodába, a színházba, az elkészülő jégcsarnokba. Laci talán jövőre már lehet ott korcsolyázni. Tehát ilyen, de ezek kicsik ahhoz, amit önök a város érdekében tudnak tenni, úgyhogy hát mi a kis eszközeinkkel fogunk ehhez hozzászólni és hozzásegíteni, de azt gondolom, hogy ez az elefánt meg az egérnek az esete, hogy mi is teszünk valamit így a köz oltárán. Köszönöm szépen a megjelenésüket, kellemes hétvégét kívánok, és jó szabadságot, jó erőt, egészséget mindenkinek.